Köszöntöm nézőinket! Önök a Telera magazint látják, én Bence Péter vagyok. Mutatom, mikkel készültünk a következő percekre. Számos programmal várják idén a Tolna Város napjára kilátogatókat. Érettségiztek a Szent István Katolikus Gimnázium diákjai. Közel 500 indulóval zajlik az idei városi teniszbajnokság. Számos programmal várják idén azokat, akik ellátogatnak Tolnán a városnapjára május 19-e és 20-a között. Kiállítás megnyitó és díjátadó is színesíti a rendezvényt. A Hősök terén felállított színpadon pedig fellépnek majd a helyi egyesületek, és a programsorozat sztár fellépőkkel zárul. 2023-ban is izgalmas programokkal, eseményekkel készül a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár, ezek közé tartozik a már hagyománynak számító városnapja is, melyet május 19-e és 20-a között rendeznek meg a településen. Tolna várossá nyilvánításának alkalmából tartjuk meg minden évben, rendezzük a Tolnai Kulturális Központ Tolna városnapját. Ez idén május 19 és 20-ra esik. Május 19-én egy kiállítással várjuk az érdeklődőket Tolnán a Magházban. Bercsi Gábornak a fotókiállítását tekintheti meg a nagy közönség. Aztán a programok jó része az a szombati napra, tehát május 20-ára esik. Rögtön reggel, május 20-án 9-kor elszármazott találkozóval indítjuk a napot. Ezen az egykor Tolnán született lakosok találkozhatnak ismét. Tíz órától már indul a városnéző kisvonat a tolnai fő buszpályaudvarról, egészen Mözsig, aztán vissza. Ez általában gyerekek, családoknak a nagy kedvence. És a programoknak a javarésze az majd Hősök terén fog zajlani 15 órától. Fellépnek majd a helyi művészeti csoportok, civil egyesületek, 3 órától lesznek énekkarok, tánccsoportok, nyugdíjas idősebb korosztályból és gyerekek közül is lesz ritmikus gimnasztika. Aztán 4 órától gyerekprogramokkal is már várjuk a kilátogatókat, lesz autószimulátor, VR sátor, fajátékok, óriás fajátékok, arcfestés, amit mindig nagyon szeretnek a gyerekek. Az est leszálltával pedig berobbannak a koncertek is, és a zenekarok is. Fellép majd a Partvíz zenekar, a Dunarock Akusztik, és a klasszikus zene kedvelői, a Szekszárdi Tűzoltó zenekart is hallhatják. És az est fő fellépője az pedig a Unique zenekar lesz 8:30-kor. Emellett a retro kedvelőinek kackiás verklissel, a gyerekek nagy örömére pedig vidám parkkal készülnek a szervezők. Idén 2 végzős osztály mondott búcsút a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumnak. A ballagáson természetesen stábunk is jelen volt. Tolna megye szerte elballagtak a végzős középiskolások, így volt ez a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban is. Elérkezett az utolsó lépés, ami után elkezditek a nagybetűs életet. Ez az utolsó ünnep, a ballagás. Rövid kis szó jelöli ezt az eseményt, mégis rengeteg dolog jut eszünkbe. A 4, illetve 6 év emlékeinek sora lepereg most előttetek. Véget ért egy korszak számotokra, a gimnázium évek múltá válnak. Sokat tanultatok azért, hogy tovább léphessetek, céljaitokat elérjétek.
A célok mindenkinek más jelentenek, de a kérdés mindenkinek ugyanaz. Vajon sikerülni fog? Utatokon sok akadály felmerülhet, előfordulhat, hogy rossz felé kanyarodtok, de bátorítson benneteket a tudat, hogy mindig lehet újra tervezni, mindig van lehetőség kijavítani a hibákat, rossz döntéseket. Hihetetlen érzés, és most nem is tudok így hirtelen mit mondani, de nagyon boldog vagyok. És mindenkinek köszönöm a sok támogatást, és hihetetlen érzés, tényleg köszönöm. Nagyon örülök, mert itt van az egész család, és a nagymamáméknál leszünk, és velük fogom tölteni a délutánt, úgyhogy azt is nagyon várom. Mirha és mandula kis helyre bezárva, orgonák, violák, titkos kis fiolák, cseppenként, permetként próbálom egyenként úgy elbódít. Most mind kidobom, torz tükröm elhajtom, kabátom szányra nyitom, lélegez szabadon. Ez egy igazán meghatározó pillanat szerintem mindenki életébe, és ilyenkor nincsenek szavak, mert egy korszak lezárult, és egy újjal is kezdődik, de az ismeretlenbe vágunk bele. Novotné Bán Erzsébet az iskola igazgatója azt mondja, nagy öröm volt a szülők, családtaguk és természetesen a diákok számára is, hogy a járványhelyzet idén már lehetővé tette, hogy együtt ünnepeljenek, hiszen 2 évig erre nem volt lehetőségük. Megküzdöttek tényleg azért, hogy milyen eredményeket értek el. Ez nem ment egyik napról a másikra. Tehát tényleg végig tudtuk követni azt, hogy az első kis konfliktusokból, 7-es, 8-os korukban, hogy lett tényleg egy szuper jó közösség, és hogy tudták egymást is erősíteni, segíteni abban, hogy tényleg fantasztikus eredményeket értek el, akár az úszók, a sportolók, vagy tanulmányi téren, tehát az idén, amiket, meg az előző évben, amit elértek eredményt, ilyen nagyon ritkán szokott összejönni, hogy tényleg egy ilyen 40-50 embertől OKTV, tehát a középiskolai tanulmányi versenyeken döntősünk is volt, illetve annak közelében is országos versenyt nyertek, tehát tényleg ez nagyon ritka, és ez nagyon jó volt látni a kollégákkal együtt, hogy hogyan fejlődnek lépésről lépésre, és hogyan lesznek egyre céltudatosabbak és jobb közösség. És tényleg azt látni, hogy a tantestületnek egy jó része van, amikor régen a tanítványom volt, vagy éppen az osztályfőnöke voltam, és együtt dolgoztunk, és tényleg egy olyan jó közösséget alkottunk, hogy nehéz itt hagyni. Bár még egy kicsit szeretnék azért tanítani, amíg tudok. De most már inkább átadnám a terepet a fiataloknak, hogy vezessék a közösséget. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét.
Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistant szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telen a magazint. Szombaton búcsúztak, ünnepeltek, hétfőn pedig már a magyar nyelv és irodalom érettségit írták a középiskolás végzősök hazánkban. Köztük a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 12-esei is. Az igazgató azt mondja, a tanárok az elmúlt időszakban rendkívül sokat foglalkoztak azzal, hogy minél jobb eredményeket érjenek el a tanulók életük ezen fontos szakasza során. Mai napon is sok szeretettel köszöntelek benneteket. Remélem az izgalom már a tetőfokára ágott, hogy milyen érdekes matematikai problémákat kell a mai nap során megoldani. Akkor ahogy megbeszéltük benne, függvénytáblát nem hozol be magaddal, okos órát, semmilyen órát, illetve telefont sem hozol be magaddal. Ezt majd bent a teremben meg is fogjuk nézni, hogy valóban így történt-e. Mielőtt elfoglalták helyüket a diákok, előbb gyors tájékoztatást kaptak arról, hogy mit szabad és mit nem lehet bevinniük az osztályterembe az érettségi ideje alatt. Tolnán, a Szent István Katolikus Gimnáziumban idén több mint 50 végzős tesz számot tudásáról. Van ugyebár pótlap, ha igényel valaki. 9 óra előtt néhány perccel pedig elkezdték kiosztani az idei matematika érettségi feladatlapokat. A vizsga 180 perces, tehát fontos a koncentráció, ennek érdekében többen édességet is vittek magukkal. A diákok használtak függvénytáblázatot, körzőt, vonalzót, szögmérőt és zsebszámológépet is. A harmadik napon már mondhatni rutinosak voltak a diákok. Ezt megelőzően sokkal nagyobb volt az izgalom a végzősök körében, ennek ellenére felkészülten álltak a próbatétel elé. Koffein, jó sok koffein, szerintem az is így mindenkinek közrejátszik. Más ilyen egyéb kavolám nincsen nagyon, csak a realizmus. Többiekkel, hogy beszéltük, nagyjából erre számíthattunk, a novella is Lázár Ervin volt, ami a próbaérettségén is szerintem nagyjából sikerült tudásunknak megfelelően mindent leírni, meglátjuk az eredményeket. Egy kis félelem mindig van, de szerintem a felkészítés, meg a felkészítő tanárok nagyon jó munkát végeztek, úgyhogy amilyen tudást csak érettünk, azt mindent megkaptunk, ennek reményébe vágunk neki. Gráfok, halmazok, százalék és valószínűség számítás, illetve koordináta geometria. Az első részben ilyen témakörökből kaptak feladványokat a tanulók. Ezek megoldására 45 percük volt, és maximum 30 pontot gyűjthettek össze. A második részre 135 percet kaptak, és legfeljebb 70 pontot szerezhettek. Valószínűség számítás, de azt úgy gondolom, hogy ez mindenkinek egy ilyen sarkalatos pontja. Hát a többit azt meg nem tudom, azt azért próbáljuk megcsinálni. Mindenképpen egyetem, remélem, hogy szerint Óbudai Egyetemre megyek, mérnök informatika szakra. Hát ahogy ott mennyire sikerül tanulnom, vagy mennyire élvezem egyáltalán, azt majd eldől, de hát belevágunk. Hazánkban a tavaszi vizsgaszezonban összesen több mint 74 ezer végzős középiskolás érettségizik. 50 diák körülbelül
ebből tegnap is, ma is, holnap is többen emelt szinten érettségiznek, úgyhogy itt a középszintű érettségi zajlott. Nagy volt az izgalom persze, mint mindig, de úgy tűnt, hogy ez a feladatlap, a szövegértési feladatlap is teljesen diákbarát, tehát érthető, nem rettenetesen bonyolult, érdekes viszonylag a téma is, és tényleg meg tudtak vele küzdeni a diákok. Talán az idő volt az, ami azért szorította őket, tehát láttuk, hogy az első részt sokáig, tehát tényleg az utolsó percig írják, hiszen egy rövid szövegalkotás is volt benne, de annak a témája is teljesen elfogadható, és tudnak a diákok ezzel a témával foglalkozni, van véleményük róla. A második rész pedig a műelemzés. Egy novella, Lázár Ervin novella elemzése volt, ami hát valószínűleg nagyon tetszett a diákoknak, hiszen ez nálunk szóbeli tétel is lesz. Úgyhogy ha tényleg készültek már rá, már pedig igen, tehát volt próbaérettségi szóbeli is, akkor valószínűleg sokan nagyon jól jártak, mert ismerős volt a kötet, amiből volt a novella, maga a szerző is, a stílusa, úgyhogy valószínűleg örültek neki sokan. Az összehasonlító verselemzés is megközelíthető volt, érthető volt, egy Petőfi és egy Tóth Árpád verset kellett összehasonlítani, és éppen Csokonairól szólt mind a két vers, vagy Csokonaival volt kapcsolatos mind a két vers, hogy valószínűleg itt is születhetnek jó elemzések, dolgozatok. Úgyhogy azt gondolom, hogy összességében tényleg lehet színvonalas jó dolgozatokra számítani. Az igazgató hozzátette, hogy az elmúlt időszakban rendkívül sokat foglalkoztak a diákok felkészítésével. A matematika az azért mindig izgalmas, valószínűleg most is, bár mondom, többen emelt szinten is érettségiznek, hogy nekik valószínűleg nem annyira. Bízunk benne, hogy sikerült a fölkészülés. Nagyon-nagyon készültek, kollégák is nagyon sokat foglalkoztak órán kívül is, tanórákon kívül is, diákok felkészítésével, kinek hogyan kellett, van akinek arra volt szükség, hogy a legegyszerűbb feladatokat gyakorolják be, és van akinek meg arra volt szüksége, hogy az emelt szintű feladatokra készüljenek, és azokat tudják megoldani, úgyhogy bízunk benne, hogy jó fog sikerülni. Szerdán, a harmadik napon történelemből bizonyítottak a fiatalok, idén a keresztény vallástól egészen a magyarországi előregedő társadalomig kellett eljutniuk középszinten az első, rövid feladatokból álló részben. Ezen kívül előkerült a feladványok között az első ipari forradalom, a Szovjetunió és Hunyadi Mátyás is. Emellett még két esszét kellett megírniuk. A hét második felében angol, illetve német nyelvből kell bizonyítaniuk a diákoknak. Az írásbeliknek május 26-án lesz vége, a vizsgai időszak pedig a középszintű szóbelikkel zárul június 19-e és 30-a között. Közel 500 indulóval zajlik Tolnán az idei városi teniszbajnokság. Azt, hogy a résztvevők mikor meccselnek, elsőként egymással kell megbeszélniük. Ezt követően lép a képbe Sali Ádám, aki minden mást leszervez. Őt nem kell bemutatni a sport szerelmeseinek, több évtizede szerves része a város sportéletének. Hivatalosan már áprilisban is zajlott Tolnán a már hagyományos városi teniszbajnokság. Az időjárás zordsága miatt viszont a nagyüzem csak nem régen indult be. A 15 fős kemény mag viszont március második felében, 20-án rendbe tette mindhárom pályát. 23-án már volt játék a pályán, azóta folyamatosan van játék lehetőség. Néha előfordul az, hogy az időjárás közbeszól, akkor sajnos nem tudunk játszani. Első, másod és harmadosztályban is szerveznek meccseket Tolnán, a nevezők száma és tudása ugyanis ezt indokolttá teszi. Bajnoki mérkőzés a legtöbb az első osztályban volt, de még ott is alacsony a játékok száma, de már másod és a harmadosztályban is voltak mérkőzések. És hát most, ahogy az idő javul, úgy egyre több mérkőzés lesz, mert
Általában összejön az, hogy heti 6-10 mérkőzést le tudunk játszani. Ezt általában úgy szoktuk csinálni, hogy ha vége a bajnokságnak, akkor egy közös torna vacsorával egybekötve. Ezen kívül évente olyan 3-4 alkalommal rendezünk napi versenyeket. 99%-ban ez páros verseny, mert egyéniben 20 ember eljön, akkor nem tudjuk lebonyolítani egy nap alatt. Két nap az meg egy kicsit hosszadalmas lenne, meg akkor nem lehet kaját főzni. Ez a másik fontos, hogy ha rendezünk valamit, akkor mindig megkérik, hogy főzzek egy babgulyást, mert állítólag nagyon finom. Tolnán a tenisz életnek évtizedes múltja van. Az évről évre visszatérő, vagy éppen néhány esztendőre, például építkezés miatt eltűnő játékosok ugyanúgy részt vesznek a bajnokságon, mint az újoncként belépők. Jó a csapat szellem, én azt mondom. Meg talán egy kicsit benne vagyok én is. Jók a pályák, jó, sokat kell rajtuk dolgozni, mert azért önmagától nem lesz jó a pálya. Meg szeretnek jönni, úgy érzem. Kikapcsolódás, van akinek a munka után jót tesz. Vannak nyugdíjasok is, akik azért jönnek, hogy mozogjanak. A legidősebb játékosunk 74 éves. Bizony, a tenisz kortól és nemtől függetlenül mindenkinek ajánlott. Van egy-két hölgy is, aki próbálgatja szárnyait, őket én tanítgatom, illetve még a Géringer Janó, aki oktat, hát ő nagyon jó teniszező volt régen is. Én talán pedagógiai szempontból jobban állok hozzájuk, és azért szeretnek jönni. Fiatalabbak is, középkorúak is. Az idősek azok már nem kezdik el, de ha valaki jelent, nem igaz, mert tavaly kezdett egy 64 éves. Én nem tudhatom mind a 40 emberről, hogy ki mikor ér rá. Úgy oldottuk meg, most már évek óta azt csináljuk, hogy mindig kettő embernek össze kell beszélni arról, hogy mikor érnek rá, mikor tudnak együtt jönni, velem egyeztetnek időpontot, és ha minden stimmel, akkor jöhetnek játszani. Amint hosszabbodnak a napok, akkor van úgy, hogy egy pályán két meccs egymás után. Általában 3:30-kor, meg 6 órakor kezdünk, és akkor belefér. Most még 5 óra kezdési időpont, mert 7 órakor már sajnos sötétedik. A bajnokság Tolnán szeptember 30-áig tart, addig még mi is beszámolunk majd a fejleményekről. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!